Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Állatbetegségekkel fogunk foglalkozni ma, hiszen jön a tavasz, rövidesen, bízunk benne, és fontos, hogy tájékozódjunk, hogy milyen állatbetegségek azok, amelyek Magyarországon megjelentek az elmúlt időszakban, hiszen ez fontos jelenleg is. Vendégem pedig Szibert Gergely megyei főállatorvos, a kormányhivatal főosztályvezetőjeként élelmiszerbiztonsággal is foglalkozik. No, madárinfluenza legyen az első témánk. A legutóbbi megjelenésekor 2,5 millió állatot kellett leülni, és a kár 10 milliárdokban volt mérhető, ezt tudjuk. És hát most is olvasunk fertőzésekről, de nem is ez az elsődleges, hanem egy kicsit idézzük fel, hogy mi ez a betegség. Kik terjesztik, kezdjük ezzel? Hát a madárinfluenza vírusát, mivel hogy ez egy vírusos megbetegedés, a madarak terjesztik természetesen, és főleg a vadmadarak okozzák a legnagyobb problémát. Ugye 2016-ban volt az előző járvány, ami Magyarországon ezt a nagy elhullást, illetve nagy kárt okozta, és most idén pedig már két helyen is Magyarországon felütötte fejét ez a betegség. Szerencsére Fejér megyében egyenlőre nem találkoztunk ezzel a vírussal. Ugye Létavértesről, illetve Komárom megyei településről beszélünk, ahol kacsa, illetve pulyka telepeket kellett felszámolni. Azt tudjuk, hogy akkor az akkori veszteség, tehát 2016-ról beszélünk, 15, majdnem 20 milliárd forint volt az elsődleges kár, az állomány leülése és a területek megtisztítása, fertőtlenítése volt, utána pedig hát az export kiesés és a vágóhidak ideglenes leállása miatt keletkezett. Most hogy állunk? Illetve hát ugye ez vándorlási időszakban, még erről nem beszéltünk, a vadmadarak vándorlási időszakára tehető. Így van, ez okozza a legnagyobb problémát, ugye időszakosan a vadmadarak vándorlásához köthető ennek a betegségnek a megjelenése, ez idén is így történt. Az, hogy pontosan milyen károk és mik várhatók, azokat most még nagyon korai lenne prognosztizálni, ugyanis attól is függ, hogy hány helyen jelentkezik ez a probléma, és az a nagyon fontos, és mindenki felé ezt kell közvetíteni, hogy meg kell akadályoznunk azt, hogy a vadmadarak a házi madár állományainkkal közvetlenül érintkezhessenek. Ezért is az országos főállatorvos határozatban rendelte el a házi madaraknak a zárt tartását, illetve a zárt tartáson túl még az általuk fogyasztott takarmányt is zártan kell tárolni, és meg kell akadályozni azt, hogy azok vadmadarakkal érintkezhessenek, és magát az etetés folyamatát is zártan kell megoldani. Ezzel megpróbáljuk megakadályozni azt, hogy a vadmadár és a házi madár érintkezzen egymással. Tehát mit jelent a gyakorlatban a zárt tartás, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy ma már elterjedt a szabad tartás mindenütt. Így van, a zárt tartás egyrészt közvetlenül jelenti azt, hogy épületben tartják, és illetve, hogyha van kifutó ahhoz az épülethez, akkor az mind oldalról, mind felülről egy vadmadárhálóval védett, és így tulajdonképpen a járványügyi zártsága megoldható. Beszéljünk a típusairól, hiszen ennek a betegségnek több típusa is van. Természetesen ennek a vírusnak több válfaja van. A jelenlegi a H5N8-as vírus, ami nagyon hasonlít a 2016-os járványt okozó vírushoz, de rengeteg válfaja van, illetve egy nagyon rossz tulajdonsága, hogy könnyen mutálódik, így könnyen megjelenhetnek újabb és újabb változatok, illetve két különböző változatból akár kialakulhat egy eddig még akár nem ismert változat is, de ezt a jelenlegit már ismerjük. Voltak éppen megválaszolta a következő kérdésemet, mert mindig felmerül bennünk, hogy miért nem születik, hiszen annyiféle betegségre vannak már gyógyszerek, oltások, hogy a madárinfluenza ellen miért nincsen?
A tudomány jelenlegi állása szerint nincs vakcina ellene, ez több okból is adódik. Egyrészt a vírus nagy változatossága, tehát nehéz lenne vakcinát gyártani, illetve a vakcinázással akár a vírus könnyebben fenntartható maradna, mert ugye az állatok egy része így védetté válik vele szembe, de így a vírustól sem tudunk megszabadulni, illetve egy járvány esetén nehéz lenne megkülönböztetni a vakcinázott, illetve a vadvírussal fertőzött állatot. Tehát, hogy a vakcinától kapta, vagy a vírustól? Itt ez a fontos kérdés. Tehát a megelőzés az nagyon fontos. Mi az elsődleges teendő, amikor megjelenik a vírus? Hogy lehet felismerni? Hiszen ez nyilván állatorvos kell hozzá, de azért azt gondolom, hogy egy rutinos gazdálkodónak tudnia kell már. Hát mindenképpen, aki régóta gazdálkodik, illetve nagy állatlétszámmal gazdálkodik, ott az elhullás szám megemelkedése már valami fajta problémára rámutat, és járványos időszakban mindenképpen először olyan betegségre kell gondolni, ami nagy problémát is okozhat, tehát mindenkinek van ellátó állatorvosa, tehát hogyha megemelkedik ez az elhullás szám, akkor ott mindenképpen vizsgálatokat kell indítani. Sajnos a betegség nek van úgymond olyan tünetei, amelyek nehezen felismerhetők, mondanám azt is, hogy jellegtelen, mint korbonztani, mint belgyógyászati tünetekkel jelentkezhet. Természetesen vannak olyan tünetei, amelyek nagyon látványosak, például a hattyúknál az idegrendszeri tünetek, amikor tekergeti a nyakát, illetve tojásszám, a visszaesése, ez is egy erre utaló jel lehet. Emellett meg természetesen, mint valamennyi influenza betegség esetén lehetnek felső légúti, illetve kötőhártyagyulladásos tünetek is. Melyek a preventív eszközök? Nyilván a védő és megfigyelési övezetek kialakítása hozzátartozik, de ezen túl? Mindenképpen azt kell megakadályozni, hogy ez a vírus bejusson az állatállományunkba, ezt pedig azzal lehet megakadályozni, hogy a járványügyi zártságot betartjuk. Az előírások egyértelműek, mind a személyforgalom korlátozása, tehát ne menjen be idegen ember abba az állományba, illetve a személyi higiénia fenntartása, tehát mindig átöltözéssel lehet csak bemenni az állatállományunkba, és ahogy az elején is mondtam, a vadmadarak berepülését kell meggátolni a házi madár állományunkban. Ugye az emberre nem veszélyes, azt tudjuk. Ennek ellenére fontos, ha esetleg mégis megtörténik, akkor járványügyi nyomozásról beszélnek. Természetesen minden járványos betegség, ha felüti valahol a fejét, akkor a kollégánk járványügyi nyomozást végeznek, hogy honnan is kerülhetett be az a vírus, és ez egyrészt a későbbi kártalanítási folyamat esetén is fontos, mert ha valaki megszegi a járványügyi zártság szabályait, akkor akár el is eshet az állami kártalanítástól, illetve azért is fontos, hogy tudjuk meg, hogy ez a vírus hogy terjed. Mikor lehet utána telepíteni? Nyilván van egy fertőtlenítési időszak, amíg nem, de ez hogy van pontosan? Ennek a vírusnak a lappangási ideje a 3-5 naptól akár a 21 napig is terjedhet, tehát ilyenkor mindig a leghosszabb lappangási időt vesszük figyelembe. Ez azt jelenti, hogy a megfelelő többszöri fertőtlenítés után 21 nappal a megyei főállatorvos engedélyével lehet a telepítést elvégezni, és ahogy itt beszéltem az országos főállatorvosi határozatról, amely a zártartást írja elő, többek között ez a határozat azt is előírja, hogy betelepítés esetén engedélyt kell kérni a megyei kormányhivataltól. Nos, tehát a figyelem felkeltés szempontjából fontos volt, hogy erről beszéljünk nyilvánvaló ebben a műsorban. És hát az országos főállatorvos, illetve a kolléga, tehát az állomány mindent megtesz azért, hogy ez a két eset ne ismétlődjék meg, de hát nem rajtunk múlik, tudjuk jól, hiszen elég furcsa világot élünk már, mint abban az értelemben, hogy az éghajlatváltozás és a többi. No, hát afrikai sertéspest is a következő témánk.
Ugye az vadisznók között terjed ez a betegség, és nem érintett a házi sertés állomány, ugyanakkor nagyon-nagyon fontos itt is a prevenció, a megelőzés. Így van, ennél a betegségnél is tiltott a vakcinázás, nem is létezik jelenleg használható vakcina, tehát a megelőzés az a madárinfluenzához hasonlóan a járványügyi zártság fenntartása. Tulajdonképpen itt is az az elsődleges cél, hogy megakadályozzuk azt, hogy a házi sertés állományok közé bemenjen ez a vírus, ugyanis ezt a betegséget is vírus okozza. Nagyon fontos dolog az, hogy a vaddisznó állományok érintettek, de Fejér megyében rengeteg mintát vizsgáltunk már meg. Egyelőre nincs itt ez a vírus, a vad állományban sem, de természetesen azokat az óvintézkedéseket, amelyeket elrendeltünk, tehát a vaddisznó állomány gyérítése, illetve a valamennyi lelőtt vaddisznóból a mintavételezés, az továbbra is folyik. Tehát továbbra is nagy feladat hárul a vadásztársaságokra és a vadászokra. Így van, kulcs szerepük van abban, hogy ennek a vírusnak a terjedése lelassuljon, mégpedig azzal, hogy azokon a területeken, ahol még nem ütötte fel a fejét, mindenképpen a vaddisznóállomány gyérítése az elsődleges cél, és ebben a vadászok közreműködése nagyon fontos, és természetesen a vadászok ezért kártalanításban részesülnek, illetve a vadásztársaságok, mert tudjuk, hogy ez mekkora kár éri őket, de hát az egész nemzetgazdaságunknak egy nagyon fontos eleme, hogy a házi sertés állományok védelme érdekében a vadállományt gyérítsük. Ugye fontos tudni, hogy itt is, úgy, tehát ahogy az előző betegségnél, a madárinfluenzánál, ahol a vadmadarak, itt pedig a vaddisznók. És ugye nincs határ, mint tudjuk. Tehát északról, Szlovákia oldaláról, Ukrajnából, Romániából elsősorban ott terjedt a betegség eddig is. Tehát az kiemelt figyelmet érdemel. De hát itt belül is, tehát Magyarországon a Börzsöny térsége különösen veszélyes ilyen szempontból volt. Viszont nagyon fontos kérdés, hogy itt is, hogy mennyire tartják be a gazdák a járványvédelmi szabályokat? Én azt veszem észre, hogy egyre jobban mindenki komolyan veszi ezt a betegséget, és a nagy létszámú állattartó telepek nagyon szigorú járványügyi szabályokat vezettek be, illetve betartják azokat a szabályokat, amelyek már évek óta be kellett tartaniuk, vagy be kellett volna tartaniuk. Mindenképpen az, hogy kerítéssel vannak körbevéve ezek a telepek, tehát a vaddisznó nem juthat be a házi sertés állományokhoz, illetve azt, hogy a személyforgalmat lecsökkentik, és hát nagyon fontos az, hogy azok a gazdák, akik vadásznak is, tartsák be a személyi higiéniai előírásokat is, tehát mindenképpen a ruhaváltás, a gumicsizmaváltás, illetve a folyamatos fertőtlenítés előírás, mielőtt a telepre bemegy. Pontos kérdés, hogy ugye ez globális probléma, ennek ellenére oltóanyag, sertéspest is ellen sincsen még, bár nagyobb hangsúlyt fektetnek a kidolgozására. Hol tart most ez a munka? Hát nekem erről pontos információim nincsenek, hogy a vakcinázás jelenleg milyen stádiumban van. Egy biztos, hogy az Európai Unió jelenleg tiltja az afrikai sertéspestis elleni vakcinázást, tehát így tapasztalatunk sem lehet ezzel kapcsolatban. Ugyanakkor, tehát itt is a legfontosabb, az általános járványvédelmi követelményeket mindenki tartsa be, tehát ezt tudjuk tanácsolni. Így van, és mindenkinek ajánlom a Nébihnek a honlapját, ahol mind a madárinfluenzáról, mind az afrikai sertéspestisről jelen állapotú anyagok vannak fönt, és amint megjelenik bármi újdonság, az ezen a honlapon olvasható lesz. Köszönöm szépen. Hát, kedves nézőink, megnyugtatásul szolgált ez a rövid beszélgetés a két rendkívül, azt mondom, kárt okozó betegségről. Főorvos úr, köszönöm önnek. Én is köszönöm a lehetőséget.
És mi pedig folytatjuk a műsorunkat, mégpedig ebben az esztendőben is Székesfehérváron találkoztak az Ingenta országos rendezvényén az agrárgazdák. A konferencia témája kalászosok és a napraforgó növényvédelme volt. Évadnyitó konferenciát rendezett a Szingenta magyarországi leányvállalata Székesfehérváron. Ha nem lenne növényvédelem, mint tudjuk, a gyomok, a rovarkártevők és a gombabetegségek a világ élelmiszer termelésének 40%-ot elpusztítanák, hangzott el. Így különösen fontos a kalászosok helyzete, a fuzáriumbetegség visszaszorítása. Az előadásom témája, amit az egyik kollégámmal tartok, éppen a 2019-es nagyon nehéz fuzáriumos esztendő volt, ami nagyon megnehezítette a termelőknek a dolgát, aki őszi fuzát termesztett. Ilyen év nem volt az elmúlt évtizedekben, hogy ilyen extrém fuzárium helyzet alakult ki. Nagyon sok eladatlan tétel van az országban, aki nem megfelelő szerrel időszakban védekezett, sajnos belefutott ebbe a nagyon erős fertőzésbe. Mindenképpen figyelnünk kell arra, hiszen legfontosabb kenyérgabonánkról van szó. Mit tudnak tenni a gazdák ezért, hiszen folyamatosan figyelemmel kísérik az önök munkáját, akkor nyilván azért lépni tudnak ők is. Igen, ez egyértelműen egy összetett szemléletet igényel, úgymond egy integrált látásmódot, tehát nem csak növényvédőszerekre gondolok itt, hanem agrotechnikai műveletekre, jó terület kiválasztásra, jó talaj előkészítésre, az előveteménynek mondjuk ugye fuzárium gombák esetében ugye a kukorica utáni vetemény után ugye ennek az eltüntetése a területről, vagy megfelelően a talajba dolgozása, tehát nem csak kémiai módon, hanem agrotechnikai elemekkel, egy csávázószer megválasztással, a termékeknek a megfelelő fungicid termékeknek az időzítésével, a permetezésével, itt mondjuk gondolok ilyen apróságokra, mint a nyomás, a megfelelő fúvóka, hogy célba is érjen a célfelületre, a kalászra, a levére az a megfelelő hatóanyag. Ezekkel az apróságokkal ilyen egy kicsit precízebb látásmódon, én azt gondolom, hogy sokkal sikeresebben, jövedelmezőbben tudunk termelni. A éghajlatváltozás, illetve a változékony időjárás mennyiben nehezíti meg az önök munkáját? Hát egyre jobban ugye ezt halljuk a csapból is, úgymond ez folyik a klímaváltozás, éghajlatváltozás. Mi is érezzük azt, hogy eltűntek a keménytelek, ugye hiányoznak a mínusz 5-10 fokok, amik heteken át tartanák. Nyilván ez a kórokozóknak, gombabetegségeknek a meleg ágya, hogy ezek átterelnek. Egy sokkal nagyobb felkészülésre van szükség preventíven. Gondolom itt ezekre, hogyha ilyen hajlamosító tényezők vannak, például enyhetér, kifejezetten ki vannak téve ezek a táblák, ezek a kultúrák ennek. A másik megközelítés egy genetikai védelem, nyilván mi is olyan növényfajokat keresünk, vagy olyan fajtákat, hibrideket hozunk be a szortimentbe, amik jobban ellenállnak ennek az aszálynak, stressztűrésnek, erősebb gyökérzettel rendelkeznek, sokkal jobb a reakciójuk, tehát a tápanyagellátásban nem jelentkezik annyira, illetve hogyha tovább tudnak fotoszintetizálni ezek a növények, vagy kevésbé stresszelnek be, itt az UV, vagy a környezeti hatás, vagy az extrém hőség hatására, az mind kívánatos egy gazdálkodónak. A gazdák figyelnek önökre? Gondolok itt elsősorban arra, hogy amikor vetőmagot választanak, illetve az önök tanácsait megfogadják? Egyértelműen keresnek bennünket a gazdálkodók területi képviselőinken keresztül, fórumokon megszólítanak bennünket, hogy milyen praktikák vannak, milyen jó választást tudnának, milyen választ tudnánk adni nekik, hogy milyen területen gazdálkodnak, mivel küzdenek, gondolok itt a szélsőséges időjárásra, tenyészidő megfelelő megválasztására itt a hibridek növényfajok esetében. A szaktárcával, illetve kamarával, illetve a magosszal van kapcsolatuk? Figyelnek önökre? Igen, itt ilyen együttműködések vannak a különböző ilyen szervezetekkel. Egyértelműen megvan a kommunikáció, egyeztetünk, kikérjük a véleményüket. Mi is tőlük, ők is megkeresnek belünket az egyéb a gazdáktól jövő megkeresésekkel. Jól működik ez az együttműködés. A összegzésre kérem, jó úton járunk? Én azt gondolom, hogy jó úton járunk, de mindig lehetne egy kicsit jobban. Én amire felhívnám a figyelmet, a prevencióra. Tehát ne várjuk meg mondjuk, míg egy betegség elharapózik, vagy a régi berögzült mechanizmusok után menjünk ki a területre, hanem járjunk kicsit többet, figyeljünk oda. A növény jelzi azt, hogy mire van szüksége, vagy hogyha valami probléma van, próbáljuk meg az elején megcsípni ezt a kórokozott kártevőt. Az agrárgazdák a legújabb vetőmagokkal és növényvédelmi rendszerekkel is megismerkedhettek az előadásokon. A találkozó kiemelt témája a jövő kukoricája, legfontosabb takarmánynövényünk helyzete volt. Úgy gondolom, hogy a kukorica bár továbbra is az egyik legfontosabb növényünk gazdaságilag. Hogyha visszatekintünk az elmúlt 10 esztendőre, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy a termés eredményei meglehetősen hektikusan ingadoztak. Itt a Szingentánál úgy gondoljuk, hogy ahhoz, hogy ezeket a radikális termés ingadozásokat a lehető legminimálisabb szintre
csökken, csak mindenképpen érdemes egy szemléletváltásban gondolkodni. Mindenképpen érdemes a technológia minden egyes elemét tudatosan megtervezni és kivitelezni annak érdekében, hogy a megváltozott időjárási körülmények között is jövedelmezően tudjuk termeszteni a kukoricát. Ehhez adtunk itt ezen a konferencián egy tájékoztatást a termelőknek, hogy mi a Syngentánál ezt hogy képzeljük el. A szemléletváltozásról beszélt, ez nagy feladatot ró a gazdákra, hiszen óhatatlan is beidegződések vannak már az elmúlt esztendők, tízesztendők, évszázadok, ha úgy tetszik. A fenntartható fejlődés záloga viszont ez. Ebben hogyan tudnak segíteni? Igen, a megváltozott időjárási körülményeknek köszönhetően egyre inkább nő az igény a hőmérsékleti anomáliáknak sokkal jobban ellenálló kukoricahibridek iránt. Ez érezhető ez az igény a termelők részéről, hiszen ma már a kukorica portfólió egyre nagyobb részét ezek a hibridek adják. Ehhez zárkozott fel a Syngenta és az elmúlt években bevezetett Artesian termékcsaláddal, hiszen ezek a hibridek a kedvező víz és vízhasznosításuknak köszönhetően sokkal jobban tudnak ellenállni a környezeti stresszeknek, javítva ezzel a jövedelmezőséget azokban az évjáratokban is, amikor a hőmérsékletnek köszönhetően komoly kihívásokkal kell szembenéznie a termelőknek. Szemléletváltás során gondoltam arra is, hogy szintén a megváltozott időjárási körülményeknek köszönhetően egyre nagyobb kihívásokkal kell szembenéznünk a növényvédelemben is, hiszen egyrészt a változó talajművelési mód, változó időjárás egyre nagyobb területeken történő zöldítésnek köszönhetően egyre komolyabb talajlakókártevő problémákkal is kell szembenéznünk, gondolok itt elsősorban a drótférgek fertőzésre. Mi úgy gondoljuk, hogy a drótférgek ellen mindenképpen csak egy komplex, egy kultúrákon átívelő agrotechnikai elemeket is igénybe vevő, alkalmazó, komplex növényvédelmi technológiával lehet eredményesen védekezni. Erre adtunk ajánlást a megjelent termelőknek, illetve szintén az említett okoknak köszönhető az is, hogy folyamatosan változik a kukorica gyomflórája, ami természetesen a kukorica gyomírtásában okoz problémát. Gondolok itt elsősorban arra, hogy termelők is egyre inkább tapasztalhatják azt, hogy tavasszal egyre inkább hirtelen felmelegedő száraz tavaszokkal kell szembenéznünk. Ilyen körülmények között természetesen a gyomok se úgy csíráznak, ahogy azt megszoktuk. Nagyon sok esetben elhúzódó, esetleg több hullámban kelő gyom problémával kell szembenéznünk. Ez az időzítés teszi problémássá. Ezekre a problémákra is ajánlást tettünk a termelőknek, hogy miként lehet ilyen megváltozott körülmények között is eredményesen védekezni a kukorica gyomírtásában. A Syngenta elődvállalatai révén évtizedek óta jelen van a magyar növényvédőszer piacon, és évek óta piacvezető, korszerű gyomírtó, gombaölő, rovarölő, csávázó szerei és növekedés szabályozói, valamint a termékek mellé adott szaktanácsai elősegítik a kórokozók, kártevők, gyomok elleni sikeres védekezést, így minimális termésveszteség mellett jó minőségű termést takarítható be. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!